Ünnepi fényárba öltözött a város. November utolsó napjaiban az adventi időszak közelettével a karácsonyi világítóeszközök kihelyezésre kerültek, a Rákóczi és Kossuth utca, valamint a 42-es számú főút belvárosi szakaszán. A munkálatokat minden évben a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Munkatársai, valamint villamossági szakember végzi. Ebben az évben új világítóeszközök kerültek beszerzésre összesen 3 millió forint értékben, melyet a város képviselő testületének tagjai egyöntetően jóvá hagytak. Ezen berendezések megvásárlásával szintén a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-t bízta meg az önkormányzat. Varga Lajos ügyvezető igazgató számolt be a részletekről. A technikai innováció, technikai fejlődés teljesen elment ugye a ledes korszakra, tehát nagyon fontos az is, azt gondolom, hogy ezeknek a világító motivumoknak mekkora az energiafelhasználása, tehát azért ez egy nagyon komoly előrelépés, a másik pedig az, hogy a tartósága, a megbízhatósága, érintésvédelmi szempontból is, illetve azért eléggé rossz időjárás is szokott lenni a téli időszakban. Bírni kell ugye a kemény mínuszokat, illetve az ilyen esős napokat is. Tehát mindenféleképpen fontos az, hogy a megfelelő magas műszaki minőség is legyen. És a lakosság szempontjából, illetve az itt lakók szempontjából pedig az, vagy az átutazók szempontjából, ideérkezők szempontjából pedig az, hogy ezek a motivumok tényleg szépek legyenek, és díszítsék fel a várost az esti órákba, a fényebb, és járuljanak hozzá az adventnek a hangulatához. Úgyhogy örülök, hogy támogatta a képviselőtestület, és tényleg jó gazdag gondosságával ezt tényleg mindenki egyhangulag szerette volna a hozzájárulását adni. A 42-es számú főút mentén az előző években megszokott ünnepi világítóeszközöket ezúttal modernebb, látványos berendezések váltják fel. A már meglévő hópihe motivumokon fénykábelcserét hajtottak végre. Ezek a Rákóczi utcát és a Kossuth utcát, valamint az önkormányzat körüli területet díszítik az ünnepek alatt. Sikerült beszereznünk a fő utcára egy nagyon különleges motivumot, mely azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon nagy pluszt tud adni a esztétikai értékével. Ez a motivum már effektet is tud biztosítani. Remélem, hogy mindenkinek fog tetszeni. A motivumokról azt kell tudni, hogy ezek ilyen, tehát ahogy elmondom, LED technológiával magasfényű, hideg, fehér, illetve kék kombináció, kékfény kombinációjával készítették el. 2 méter magassága, tehát ugye a látványhoz ez is hozzájárul, ugye méretbeli változás. Nekünk arra is oda kell figyelni, hogy a 42-es nyomvonal, a 42-es főútvonal az ugye nagyon forgalmas, tehát ugye a Köves út nyomvonalához a belógást, a motivumok ne legyen túl nagy, hogy beleakadjon, és ugye ezek átokozzon a motivumokba, tehát inkább a magassággal a lehetett itt játszani, hiszen nem sétáló utcára kerülnek kihelyezésre, és ezen kívül pedig 13 meglévő motivumunknak a teljes felújítása. Tehát maga megmaradt az alumínium vászszerkezet, és teljesen új, ugyanebből a minőségű fénykábelből a saját kollégáink szépen átvezetékelték, és tulajdonképpen így teljesen megújult. Úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, és természetesen a továbbiakban majd, hiszen azt lehet mondani, hogy minden évben kerülnek gyártásra olyan új motivumok, amelyek az előző katalógusban még nem voltak, tehát ezen évről évre lehet majd újítani, és ez tulajdonképpen egy nagyon szép, meghitt és értékes dísze a városnak a adventi időszak.